Pusztai Krisztina vagyok, a VP 6-os Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója. Oscar díj. Megtisztelő a jelölés, melynek elnyeréséhez bemutatom életem filmjét. Életemét, ami egyben a hivatásom is. Apró gyermekkoromban meghatározó volt a pedagógus pálya. Nagypapám Pácsonyba, egy kicsi vasmegyei faluba volt falusi tanítóbácsi, a nagybetűs tanító. Sok időt töltöttem az iskola falai között, figyelve az 1-4 összevont osztály. Gyermekként csak azt éreztem, hogy nagypapámat tisztelik, szeretettel beszélnek róla, és mindenki a tanácsát, segítségét kéri. Itt Pácsonyban már megpecsételődött a sorsom, már akkor még nem tudtam. Az általános iskolában már az első héten bevallottam, én tanítónéni szeretnék lenni. Sajnos azt nem gondoltam át, hogy egy kislányt, akinek a magatartás jegye egy hattyúhoz hasonlít, nem fognak kitűnő bizonyítvánnyal jutalmazni. Mindenkit védelmeztem, nem engedtem, hogy beskatujázzanak. A keményen megküzdött diákévek után sem adtam fel, és 1987-ben képesítés nélküli napközis nevelőként kezdtem dolgozni itt Vépen. Ennek 36 éve. A diploma megszerzése után sem kerestem máshol állást, hűséges típus voltam, vagyok, leszek. Azt gondolom, a rablóból lett a legjobb pandúr. Mi jellemzi a szakmaiságomat? A kihívás. Az egész életem kihívásokra épül. Madárbarát iskola, farsang, karácsonyi műsor, átmenetek előkészítése, támogatása, projektek. Minden, amihez együtt kell működnöm a gyerekekkel, akár a rossz csontokkal, akik nekem sosem mondtak nemet. Munkámat bearanyozza a humor, a vidámság, az önkéntelen nevetés, aminélkül nem jó iskolába járni. Fontos számomra a közösségfejlesztés. Ha egy osztályközösség pozitív, elfogadó, befogadó, az mind-mind a tanítónak köszönhető. Szakmai pályafutásom meghatározó eleme, hogy fejlesztő pedagógusként a kiemelt figyelmet igénylő tanulók iskolai életét támogathatom. Fontos, hogy boldogan jöjjön minden gyermek iskolába. Ha boldog a gyermek az iskolában, boldogok otthon a szülők, és akkor én is boldogan megyek dolgozni. Szaktanácsadóként a gyakorló pedagógusokat támogatom. Oktatóként az ELTE tanítószakos hallgatóit terelem arra az útra, melyen talán ők is megtalálják a kihívásokat, a vidámságot. Tananyagfejlesztőként osztrák pedagógusokkal együttműködve alkottunk valóságközeli feladatokat alsó tagozatos gyerekeknek. Ezek kipróbálásában aktív szerepet játszottak osztályom tanulói. Miért lehetnék én, aki Oscar díjat kaphat? Egy vagyok a sok-sok tanítók közül. Egy, aki az idei évben egy csak oroszul beszélő kislányt is befogadott az osztályába, elővéve a nem annyira tanult orosz nyelvet. Egy kislány, akinek a családja valahogy így hív. Моя учительница Кристина с прекрасными и сияющими глазами. A csillogó szemű tanárnő. Nekem ez egy Oscar-díj.